Kenelekben tartják a kutyákat a Nyíregyházi Állatbarát Alapítványnál. Az itt dolgozók gondoskodnak arról, hogy amíg örökben nem adják az ebeket, mindenképpen megkapják a veszettség elleni védőoltást. Ha valaki magához veszi valamelyiküket, akkor már a gazdi felelőssége, hogy beoltassa kedvencét. Tavaly márciustól a koronavírus járvány miatt az a döntés született, hogy nem kötelező az oltás. Mivel a járvány visszaszorulóban van, idén május közepétől újra oltatni kell a kutyákat. Különösen fontos ez szabolt Szatmár bereg megyében, mert ugyan hazánk védetnek tekinthető a keleti szomszédos országokban, Ukrajnában és Romániában jelen van a vírus. A legutolsó veszettség 2017-ben Borsodabói zemplén megyében került detektálásra Rókában, illetve két kecskében, és az elmúlt évek során egyéb veszettség eset nem került megalapításra. Ugyanakkor nagyon fontos azzal tisztában lenni, hogy Romániában a magyar hatásszélhez egész közel a tavalyi év során novemberben egy kutyában, decemberben egy szarvasmarhában, idén februárban pedig egy rókában mutatta ki a román állategészségügyi hatósága a veszettséget. És miután ugye különösen a róka nagy területeket bebarangol, tehát nem kizárt, hogy átjön esetleg egy feltűzött róka magyar területre, és akkor itt találkozhat a hazai populációval, és adott esetben továbbadhatja a feltűzést. A kampányszerű eboltás jellemzően nyár közepéig tart, ilyenkor az önkormányzatok értesítik a kutyatartókat az időpontokról. Az állatorvosi rendelőkbe és állatkórházakba azonban az év bármely időszakában vihetőek az ebek. Az oltáshoz szükség van az oltási könyvre, az illetékes hatóságok ugyanis később ez alapján ellenőriznek. Gyakorlatilag ugye a kutyatartóknak ez egy kötelezettsége, hogy egyrészt a sorban övő kutyák esetében valamennyi három hónapos kort betöltött ebet egy hónapon belül veszettség ellen immunizálni kell. Ezt hat hónapon belül meg kell ismételni, majd évente egyszer egy emlékeztető oltást kell adni. Nyilván ennek a megvalósulását több hatóság is ellenőrizheti, például az állategészségügyi hatóság, de talán még életszerűbb, hogy mondjuk amikor az ebösszeírást végzi a jegyző, akkor annak keretében bukkanhat rá az oltatlanságra. A gazdák a mulasztással tehát nem csak az állatok egészségét veszélyeztetik, hanem komoly bírságra is számíthatnak, ha nem oltatják be kutyáikat. Egy jogszabályváltoztatás miatt mostantól a legalacsonyabb tétel is 75 ezer forint, aki pedig évek óta nem oltatta be házi állatát, azt akár több százezer forintos bírsággal is sújthatják.